12 nyári dudat látunk, fölül 40 hattyút, vannak tőkés écék, volt egy jégmadár, nagykáró katonák. A madárszámlálás eredményét sorolja Grabovác Dávid, szabadkai madarász. Teleszkóppal és távcsövekkel figyelték meg a vízi madarakat az óbecsei halastavakon. A nemzetközi madárszámlálási akció január 10-től a hónap végéig tart. Egész Európában megszámolják a vízi madarakat. Ha ezeket összeszámoljuk, ezeket a madarakat, akkor egy relatív számot kapunk a pillanatnyi állományról. És hát ha ezt több éven köröztül, vagy akár több évtizeden köröztül is végezzük Európa szerte, akkor ennek az európai állománynak az ingadozásait is nyomon lehet követni. Az idei tél a szokásosnál enyhébbnek mutatkozik, így sok költöző madár nem ment el, itt telel át tájainkon. A madarak száma az időjárástól függ, és minden évben változó. Ez nagyon sokat függ attól, hogy milyen a tél, tehát mennyire hideg, mennyire havas, mennyire száraz. Tehát a fajok skálája is szűkül vagy bővül, és az egyedek száma is lehet több is, vagy kevesebb. Tehát ez attól függ, hogy milyen a tél. Ez az idei, ez egy elég jó, szerintem egy elég úgymond madárdús tél. A madarászok január folyamán Vajdaság több pontján is elvégzik a téli madárszámlálást, és az adatokat elküldik a szerbiai koordinátornak. Ő továbbítja azokat Londonba, és az így begyűjtött adatok alapján egy átfogó képet tudnak készíteni Európa madárállományáról.